Radnai Károly, az Orientax ZRT vezérigazgatója a vendégünk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! És ugye itt van a nyakunkon a személyi jövedelemadó bevallásának határideje, ami 20-a. Digitalizálták ezt a területet már teljes egészében? Igyekeznek. Három évvel ezelőtt. Most? 2016 óta létezik az a szolgáltatás, hogy most már az adóhatóság csinálja meg a bevallás tervezetünket. És itt is azért nyomon követett egy folyamatos fejlődés. 2016-ban, amikor először lehetett ezzel a lehetőséggel élni, akkor meg lehetett nézni, és akkor vagy elfogadtuk, vagy csináltunk helyette magunknak egyet. Hányan fogadják el egyébként, akkor és most? Hát szerintem most már sokkal többen. Ennek az az oka, hogy most már lehet javítani. Tehát, hogyha az adózó él, vagyis mi észleljük, hogy itt valami nem stimmel, valami adattal ki kell egészíteni, akkor most már ezt megtehetjük, régebben ezt nem tehettük meg. Tulajdonképpen ennek a digitalizálás folyamatának ugye a nagy segítségére volt az, hogy vagy egyre több minden vált ugye online bejelentésé, meg ugye most már minden be van kötve mindenhova, így az adóhatóság minden információ birtokában van szinte. Abszolút így van. Önmagában egy nagyon egyszerű dolognak tűnik az, hogy azt a rengeteg adatot, ami egyébként befolyik az adóhatósághoz, azt ők összekapcsolják. Azért itt drámai fejlődésen ment keresztül, tehát az adóhatóság is mondjuk 2016-ban, amikor elkezdte, akkor azért egy kicsit szemezgetett az adatok között, hogy mi az, amivel akarok foglalkozni, meg mi az, amivel nem akarok foglalkozni, majd ezt javítsa ki az ügyfél. És ebben azért egy hangsúlyos változás történt, hogy 2019-re tényleg szinte minden adat most már ott van. Van, ami nincsen, tehát erre azért érdemes felhívni a figyelmet, hogyha mondjuk valaki ingatlant bérbe ad mondjuk magánszemélynek, akkor ott a magánszemély, aki bérbe veszi, vagy aki nem fog erről adatot szolgáltatni az adóhatóságnak, tehát ezek olyan adatok, amiről az adóhatóság nem tud, jövedelmünk keletkezik, ezt még mindig be kell vallanunk, vagy hogyha mondjuk külföldről származik jövedelmünk, azt is be kell vallanunk. De azt mondom, hogy az embereknek szerintem a 98%-a olyan jövedelemmel rendelkezik, amiről az adóhatóság előtte is tudott, és ezt az adóhatóság egy nagyon szép bevallási tervezeti összerakja, amit most már nem is kell elfogadni. Ez is egy változás. Régen az volt, hogy erre rá kellett nyomni az okét, hogy akkor mehet. Most már egyébként, hogyha nem csinálok vele semmit, akkor az adóhatóság azt fogja mondani, hogy akkor ezt elfogadtam. Tehát, hogy nagyjából hátra dőlhetünk a székben, hogyha ezzel nem akarunk foglalkozni. Mit hozhat még ebben a rendszerben a jövő? Hiszen tulajdonképpen kell, hogy maradjon olyan lehetőség, hogy nem csak digitálisan lehessen, most nem lehet teljesen digitalizálni, hiszen lesznek mindig olyan emberek, akik akkor szorulnak ki a rendszerből, ha 100%-osan digitális lenne. Ez így van, de azért a jövő mindenképpen abba az irányba hat, hogy egyre több embernek van számítógép, egyre több embernek van okostelefonja, egyre több embernek olyan jövedelme van, ami már megkerülhetetlen, hogy online követhető. És ez nem csak a személyi jövedelem adózásra igaz, hanem más adónemekre is igaz lehet, hogy eljöhet majd az az idő, hogy nem kell áfa bevallást csinálni, társasági adóbevallást csinálni, de azt gondolom, hogy 10-15 év múlva sokkal kevesebb bevallást fogunk benyújtani, mint amennyivel most kell foglalkozni. Ez viszont egy jó hír. Ez egy nagyon jó hír. Mi a teendő ugye a digitális verzióktól? Sokan attól félnek, hát, hogy hogyan lehet módosítani. Régen ugye kezünkbe vettük ezt az M34, M15, M25, mit tudom én, milyen számú. Megijedtem, hogy tudod fejből. Nem, semmit nem tudok. M, de valami M. Valami M, M30-as. Igen. Akkor az ember fogta, statírozta, kijavította, átírta, de ugye, hogyha valaki mondjuk kicsúszik egy általad feltett helyzetből, hogy a határidőből, akkor utána ugye ezt is lehet ezen a platformon javítani, módosítani. Most ugye az a szabály, hogy ha nem csinálok semmit, akkor május 20-án az a bevallási tervezet, amit az adóhatóság nekem előkészített, az hatályossá válik. Ha utána, akkor is, hogyha nem pipálom ki, hogyha nem fogadom el. Így van. Hogyha viszont utána ébredek, hogy hú, nekem volt más jövedelmem, vagy valami adókedvezmény nem úgy írt jóvá nekem az adóhatóság, mint kellett volna, akkor a régi szabályok lépnek életbe, tehát akkor nekem van egy érvényes adóbevallásom, amit javítanom kell, ez az önellenőrzési formanyomtatvány. Ebben is azért volt előrelépés, tehát ennek a formanyomtatványnak most már van egy online elérhető verziója, tehát nem feltétlenül kell letöltenem nekem az adóhatóságnak ezt a Java alapú szoftverét, hanem van ennek egy online kitöltő rendszere, de mindenképpen akkor ehhez kell az én hozzájárulásom, tehát nekem kell lépnem, hogy ezt kijavítsam. Mire figyeljünk oda a legjobban, gyorsan foglalja ezt a személy nekünk?
olyan jövedelmekkel kapcsolatban mondjuk, vagy inkább adókedvezményekkel kapcsolatban, például a családi adókedvezmény, a gyermekek után járó adókedvezmény, ahol ugye mind a feleség, mind a férjnek nyilatkoznia kellett, a feleség és a férj is befogadni egy bevallást, lehet, hogy nem pontosan ugyanúgy nyilatkoztak, ott érdemes megnézni, hogy jól írta jóvá az adóhatóság, illetve hogyha vannak egyéb magánnyugdíjpénztári megtakarításaim, akkor is annak érdemes utána nézni, hogy helyes-e az adókedvezmény. Muszáj megkérdeznem, hogy az 1%-ot ilyenkor nem dönti el a NAV helyettem, ugye? Nem, az 1%-ot mindig mi döntjük el. Ha nem döntünk a témában, akkor természetesen nem fogja az 1%-ot senkinek sem utalni a NAV, de ebben is azért egy komoly fejlődés volt. Régen ez nagyon formai volt, hogy a borítékot lezártam, lecelluxoztam, aláírtam-e, azt a számot írtam el rá, most már ugye ez is online, sokkal gördülékenyebben működik. Szuper, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, fontos dolgokról volt szó. Igen, ne felejtsék, május 20-a, nem 30, 20-a a bevallási határidő.